Zsanya április óta önkénteskedik Kézdivásárhelyen a Zöldnap Egyesületnél, és még február végéig lesz itt, mutatta be Rádúj Attila, az egyesület elnöke, az Örményországból érkezett lányt. Ugyanakkor azt is kiemelte, fontos volt számukra ez a nemzeti est, hiszen nálunk is nagyon sok örmény leszármazott él. A fiatal lány a fővárosból érkezett, viszont a rövid, vetített képes előadásában nem csak a rózsaszín városról, Jerevánról mesélt, hanem az ország jelképeiről, hagyományairól és arról a jelentős épített örökségről, amelyek egy része az első századokban jött létre, ugyanis az örmény nép az elsők között lett keresztény. A természeti szépségek és érdekességek mellett az örmény népírtás emlékművéről és nemzeti ünnepükről is beszélt, és azt is megtudtuk, hogy az örmény konyak volt Churchill kedvenc itala. Zsanya nem csak saját hazája értékeit tartja számon, hanem annak is utána nézett, hogy hová érkezik önkéntesnek. So at first when I was in Romania and I listened about Romania, volt akkor az első gondolatja és a tudatában is az áll, hogy Románia az Dracula, és ezt normálisnak is tartja, hiszen mi az, amit tudnának Romániáról is, az, hogy létezik egy Dracula, de amúgy a történelmi dolgok is vonzották és utána nézett. Éppen ezért legelőször, amikor ide jutott, az első az volt, hogy ellátogatott a Dracula kastélyban, és az, ami egyforma és hasonlóság a két ország között az, hogy itt az emberek nagyon figyelmesek és kedvesek is, és ezért is nagyon szeretik Kézdivásárhelyet, ami különlegesség és furcsaság az a nyelven bizonyosodott meg, mert az örmény és a magyar az képviselőek. A bemutató végén egy körtánc lépéseit próbálta megtanítani a kézdivásárhelyiekkel, majd a hagyományos újévi édes kenyérrel kínálta meg a résztvevőket. Az örmény nemzeti est kötetlen beszélgetéssel ért véget.